Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Ízületi negyed, fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket! A baktériumokról a legtöbb embernek a betegségek jutnak az eszébe, pedig bizony nagyon sokat tehetnek az egészségünk megőrzése érdekében. Sőt, a legújabb kutatások szerint a baktériumok, amelyeket ugye mikroorganizmusként kell elképzelnünk, virtuális szervként is működhetnek, tehát mondhatnám azt, hogy a kezem, a fejem, a lábam és a virtuális szervem például. Beszélgető partnerem, akivel ezekről az érdekes dolgokról fogunk majd beszélgetni, Csicsor János vegyészmérnök, aki egyébként a huménsavról tud nagyon-nagyon sok mindent, ugye? Igen. Akik látták az előző egészségteret, azok ismernek téged. De akik nem, azoknak azért segítsünk, mielőtt rátérnénk a mikrobiomra, hogy mit kell tudnunk a huminsavról, hiszen te ezzel foglalkozol legalább 20 éve, és hogy nyilván a különböző termékekkel is, amiket ebből előállítotok. És miért? Mert miért fontos ez? Igen. Hát megpróbálom röviden. Ez a legnehezebb. Tehát a huminsavak azok egy olyan természetes képződmények, amik valamikor élt növényeknek a bomlás termékei geológiai értelemben mért az úgynevezett humifikáció során több millió év alatti bomlás terméke. Ez a bomlás sor a tőzeg, lignit, barnacén, fekete szén és gyémán. Tehát ebben a sorban keletkeznek a huminsavak a tőzeg fázisba, és a lignit fázisba van a maximum, aztán után is bomlanak. Most, amiért ezek érdekes molekulák, egyrészt a molekula szerkezetük, ilyen úgynevezett kinom vegyületek, tehát most ha ugye egyszerűen akarnám mondani, akkor azt mondom, hogy a Q10 meg a kinon, illetve a flavinnak összegyúrnánk ezt a kettőt, tehát körülbelül ezt tudják. Nagyon erős antioxidáns molekulák, nagyon az egyik legjobb kelátképző, komplex képzők, amik a ásványokat mikroelemeket. Ne legyél annyira szakmai, hanem inkább a lényeget, hogy miért jó az nekem, hogyha én például bármilyen huminsavból készült terméket szedek. Hát mi történik velem akkor? Igen, három fő hatáscsoportja van. Az egyik, hogy olyan ásványok, mikroelemek, nyomelemek vannak rajt, amikhez természetes módon most már nagyon nehezen tudunk hozzájutni, mert a táplálkozási láncból gyakorlatilag szinte eltűntek az ásványok, mikroelemek. Ezeket pótolja. A másik... Ez fontos. Igen. A másik, hogy a molekula szerkezetükből kifolyólag nagyon erős antioxidánsok, tehát a sejtek energiatermelő folyamatait képesek egy kicsit felgyorsítani, tehát több energiát termel a szervezetünk. A harmadik pedig a méregtelenítő hatásuk. Elsősorban nehézfémeket, ilyen növényvédőszemmaradványokat, gyógyszermaradványokat elég jó hatékonysággal kitakarítják a szervezetből. Ami hát nagyon fontos, hiszen a levegőtől kezdve a vízzel most sorolhatnék mindent, ami körbevesz minket, elég sok méreganyag jut a szervezetünkbe. Kanyarodjunk vissza ahhoz, amivel kezdtem, ezekkel a bizonyos mikroorganizmusokkal. Ugyanis hát azt nyugodtan mondhatom, hogy azért ez a mikrobiom, ez a neve, kutatás még gyerekcipőben járt, tehát azért nagyon sok mindent nem tudunk róluk. De azt azért mindenképpen tudjuk, hogy volt egy ilyen elképzelés, hogy a sejtszámuk, tehát ezeknek a mikroorganizmusoknak a sejtszáma lényegesen nagyobb, mint az emberi sejtek száma. És volt egy ilyen, hogy 10-szeres, 100-szoros, az elég nagynak tűnik. Ha megengeded, én most felolvasok egy egészen friss eredményt, amit rendkívül izgalmasnak tartok. Tehát ez tényleg a legújabb. A baktérium sejtek száma, amelyek bennünk élnek, csak 1,3-szerese az emberinek, ami persze még így is óriási mennyiség. Számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy egy 70 kilós ember emberi sejtjeinek száma körülbelül 37 billió, míg a benne és rajta élő baktériumok száma körülbelül 48 billió. Tehát ez azt jelenti, hogy bennem több ez a bizonyos mikroorganizmus,
Igen. meg a baktérium, mint az én emberi sejtjeim. Ez így van. Ugye most itt változók az eredmények, hogy most 10 vagy 5 vagy 1, de egy biztos, hogy darabra több. Ez jó, az a darabra, igen. Darabra többen vannak, mint az emberi sejtek száma. De van ennél egyébként egy még megdöbbentőbb tény is, hogyha a gének számát nézzük, hogy ezek a bennünk élő mikrobáknak a gének hány darab gént igen. képviselnek, meg az emberi sejtek hány gént képviselnek, ott már százszoros a szorzó. Tehát százszor több gént képviselnek, mint mi. És, hát elég rémisztőnek tűnik így első hallásra, meg még másodikra is. Igen. Tehát azt úgy gondolom, hogy ez esetleg csak a jéghegy csúcsa, mert én úgy belástam magam ebbe, tehát most nagyjából ott tart a tudomány, hogy körülbelül eddig azonosítottak 40 ezer félét, féle baktériumot, körülbelül 300 ezer féle parazitát, és körülbelül 200-300 ezer gombát, ami bennünk él. Amelyek bennünk élnek. Bennünk él, és ezekkel mi szimbiózisban együtt kéne, hogy éljünk. És na most ugye baj akkor van, amikor ezeknek azt a részét, amelyek az egészségünket őrzik meg, így vagy úgy, például antibiotikummal, elkezdjük kiirtani. Így van. Mert akkor nyilván a bennünk lévő egyensúly felborul, és jönnek a különböző betegségek. Ez így van, és sajnos az úgynevezett ilyen civilizációs betegségeknek a hátterébe két dolog biztosan ott van. Ez egyik az ásványanyag hiány, amit már Linus Pauling is ugye feszegetett annak idején, hogy 70-80 fél ásványanyag kéne. Ennek az egyik oka, hogy a talajainkon kiirtottuk a szerves anyagot, a mikroflórát, és nem pótoljuk az ásványanyagokat, tehát az egész táplálkozási lázon van egy súlyos mikroelem hiány. Ez az egyik oka. A másik oka, hogy ezzel párhuzamosan szintén már a talajainkon kiirtottuk a talajokban lévő mikrobát. Mert van egy ilyen fogalom, hogy talajmikrobiom, most már ezt is használják így, és most már az is kezd nyilvánvalóban válni, hogy a talajokban élő, vagy élni kéne azoknak annak a mikroflórának, és a bennünk élő bélflóra között van átfedés. Tehát a bennünk élő bélflóra egy része az a talajból kéne, hogy származzon. És ugye de már nem származik. Itt is kapott az emberi szervezet egy ütést, mert gyakorlatilag a szántóföldi kultúráinkban a talajainkat sterilizáltuk, tehát nincs benne flóra, nincs benne mikrobiom, és ennek következtében a humusz is eltűnt, tehát a humussavaknak itt is nagyon nagy igen. szerepe lenne a talajok újra regenerálásában. Tehát és a külső hatások, az antibiotikumok, az elektroszmog, a sok növényvédőszer, meg az egyéb külső hatások. Az ölik a mi jó bélbaktériumainkat. Ölik a bélbaktériumainkat, illetve még egy van sajnos a stressz. A stressz az hoppá. Az direkte. Ezt már Sályi János is feszegette annak idején, az is direkte öli a baktériumokat. Na most, ami a legújabb kutatások szerint biztos, és amiről nem nagyon beszélgettünk eddig sokat, hogy tudnélék a bélrendszerünk, amiben ők, nem tudom, hogy hívjam őket, vagy ezek vagy, szóval, hogy megszemélyesítsem, laknak, vagy élnek. Igen. Az kommunikál az agyunkkal. Ez is így és van. És ezzel eddig nem nagyon foglalkoztunk, mert nyilván ennek nem. is megvan a maga. Azért mondtam, hogy a jéghegy csúcsa, amit igen. csak eddig tudunk, de ezt már tudjuk, ez már tudományosan is bizonyított, hogy a hasunk körül, tehát van egy olyan szövetrendszer, amit eddig nem nagyon foglalkoztak vele, és kiderült, hogy ez nagyon hasonlít az agyszövetre, és akkor még jobban elkezdtek vele foglalkozni, és hát kiderült, hogy ez egy hálózat, egy idegsejt hálózat, ami nagyon hasonlít az agyra. És ami még megdöbbentőbb volt, hogy hát gyakorlatilag ugyanaz a, majdnem ugyanaz a kapacitása, tehát nem kisebb agyrendszert képvisel a bélflóra, mint az agyunk, és ezek bizony kommunikálnak egymással. Itt már megtalálták a kutatók azokat a transmitter anyagok, amik viszik az információt. Ezek átvívő. Ezek átvívők, aha. és eddig azt hitték, hogy az agyból jön a több információ a bélben, de nem. És közben innen megy az agyba. Innen megy oda a sok információ. Na most... Mégis, ha ebbe belegondolunk, ez valahogy jogos is, hiszen a bélflórának mi a feladata? Az egy vegyi gyár, én úgy, mint vegyeszmérnök, azt ezt tudom legjobban hasonlítani, egy vegyi gyár, ami egyrészt lebontja a tápanyagokat, amiket megettünk, egy részét, mert szemben az emésztő enzimek is, a máj meg a mosnyálmirigy enzimek is bontják, de ezek fel is építik, tehát a vitaminok, a hormonok és az immunrendszer faktorait a bélflóra állítja elő.
ez a vegyi gyár állítja elő, és ha nincs jó állapotban, akkor nem termelődnek a vitaminok, nem termelődnek a hormonok, felreáll a hormonegyensúly, tehát az ilyen mostanában szinte népbetegség, már pajzsmirigy problémák. Ennek a nagy része ott kezdődik a bélbe, mert felreállt a hormonegyensúly, illetve hát az immunrendszer gyengesége, mert nincs, ami ezt megtermelje. Ezért fontos, és akkor meg kell említeni a rosszakat is, a rossz bacikat, mert vagy a baktériumokat, mert ők is élnek, és őnek is ott van a helyük, és kell, hogy ott legyenek, csak nem szabad az egyensúlyt felborítani, mert ha ők vannak túlsúlyba, akkor ők toxinokat termelnek, méreganyagot termelnek, letelheli a májat, kirukassza a belet, tehát egy csomó probléma indul el, amit aztán nehéz kijavítani. Na most azt ugye tudjuk, hogy a halál a bélben lakozik, ezt nem én mondom, hanem nálam sokkal okosabbak, én csak idézem, és az is bizonyítja, és alátámasztja, amit mondasz például, hogy depressziós, de hát rengeteg betegségről tudunk beszélni, depressziós betegeknek megvizsgálták a bélbaktériumait, és azt találták, hogy egészen eltér az egészséges betegekétől. És ha már semmi más nem csináltak, csak fermentált ételeket adtak nekik, sikerült az állapotokat javítani. Ami ott lenn zajlik, az a depressziótól, az autizmusig és még a rákig is nagyon-nagyon sok mindent okozhat. És ez biztos, hogy közvetlen összefüggésben van az úgynevezett bélagytengellyel, az érzelmi háttere is, mert állatkísérletekben ezt egyértelműen megint csak be van bizonyítva, hogy a bélflóra az hordoz egyfajta érzelmi rendszert is. Tehát, hogyha, na még ez is. Igen. Hogyha mondtam én, egy X-típusú egérnek a B-flóraját belelapták egy Y-típusú egérbe, akkor az, tehát ilyen mentalitásbeli dolgokat beszélek, akkor az megváltozott X-típusúvá. Tehát, hogyha tehát a bennünk lévő bélflóra képez egyfajta érzelmi lelki hátteret tehát is. Még érez is a belünk most. Így van. Hát, nagyon egyszerűen fogalmazva, van, igen. Hogy ez érez. És sokszor az ilyen depressziós problémáknak a hátterében is ez van, hogy a B-flórából az a fajta baktérium kultúra hiányzik. És ha ez visszaáll, akkor ez helyre tud állni. És hát ezzel mondjuk azért vigyázni is kell persze, hogy milyen típusú bacikat viszünk be még kívülről magunkba. Itt csak mondok egy példát, mondjuk a széklet transplantáció, mert ez mostanában igen, ez egyébként nagyon érdekes, a vészhelyzetben már lehet ilyen esetekkel találkozni, amikor ezt alkalmazzák a gyógyításnál különböző betegségeknél, tehát van bármennyire fura. Ilyen vészhelyzet eset, akkor azt mondom, hogy oké, de vigyázni kell, hogy kinek a flóráját viszem magamban, mert meg fog változni az ember is egy kicsit. Bizony. Tehát erre... Kicsit nagyon. Igen, kicsit nagyon. Na most tényleg olvastam most egy tanulmányt, készülve erre a beszélgetésre, és abból is kiderül, hogy egyre nagyobb szerepe lesz a terápiában a széklet transplantációnak, mert hogy azzal lehet, tehát mondjuk egy egészséges ember székletével be lehet vinni azokat a baktériumokat, amelyek a beteg ember szervezetéből hiányoznak. Igen, de erre azért majd vigyelni kell. Én azt mondom, hogy régen ezt azért tudták az emberek. Tehát Régen, igen. Használták a homeopátiás higítási rendszert. Tehát például én tudom, hogy az első világháborúban is még a magyar bakák a fronton ezt csinálták. Széklet információt, tehát homeopátiás higítási sort, és meggyógyultak tüdőgyulladásból, mindenféle betegségekből, tehát ez a homeopátia, az információt vitték be. Most kicsit lehet, hogy így nem, vagy hihetetlennek tűnik, de én azt mondom, inkább ez lenne az útja, hogy az információ, nem az anyagot bevinni, hanem az információt. Egyébként ezt már állatkísérletekben is csinálják, és embereknél is betegségek gyógyítására. Most olvasok, találtam egy másik nagyon érdekes hírt, ami ugyanide kapcsolódik, hogy tudnélik, az autizmust is okozhatják a bélbaktériumok, és akkor már is mondom, megfigyelték, hogy az autistáknak általában emésztési gondjaik is vannak.
Kimutatták, hogy az autisták beleiben egy bizonyos baktérium faj, a Clostridia, sokkal nagyobb mennyiségben fordul elő, mint a nem autistákéban. A baktérium működése során mérgező fenolt termel, amit a szervezet kén felhasználásával semlegesít. Az elmélet szerint az agy fejlődéséhez fontos kémből hiány lesz, ami a betegség kialakulásához vezet. Stimmelés összevágás. Vegykonyha vagyunk. Így van, a Clostridium az a rossz baktériumokhoz tartozik, tehát ha rosszak uralkodnak, akkor toxinok, mérgező anyagok termelődnek, ezek képesek átmenni az agyba, és ott mindenféle problémákat okozni. És én is olvastam, meg láttam ilyen cikkeket, hogy az autizmus, az Alzheimer, az összes Parkinson, az összes autoimmun betegség, nagyon-nagyon látványosan tud gyógyulni, hogyha rendben jön a egyébként lépóra. Ez is nagyon, hogy a Parkinsont említetted. Olvastam olyan állatkísérletekről, ahol ugye Parkinsonos embernek a különböző testváladékaival megfertőzték az állatokat, tehát az egereket. És ha a Parkinsonos egér megkapja az egészséges egér bélbaktériumát, akkor meggyógyul a Parkinsonból. Így van. És én... Tehát van itt még egy olyan dolog, ami hamarosan úgy gondolom be fog kerülni a köztudatba, hogy mert hogyan romlik el a vérflóra? Ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogyan tud oda eljutni. Hát az antibiotikumról már beszéltünk egyszer, meg az egyik stresszről is beszéltél. Is, igen. És még? Bizony itt muszáj beszélni a növényi lektinekről, a növényeknek azon anyagairól, amit a növények azért termelnek, hogy ne egyék meg őket. Mert bármilyen is furcsa, a növények egyáltalán nem szeretnék, hogy őket megegyék. Azt csak mi szeretnék, igen? Igen. És ők bizony termelnek olyan anyagokat, amik szándékosan ők ártani akarnak annak, aki őket megeszi. Ez a héjukban van, növényi magokban van, és általában a növények héjában. Igen, a magukban. Na most... Tehát akkor miközben azt mondjuk, hogy milyen egészséges a dió meg a mandula, nem sorolom, nem, akkor ne nem együk? Igaz. Ez nem igaz. Sajnos nem. Sajnos nem. Így ebben a formában, vagy sokat legalábbis ne. És ez a lektin, ez egy összefoglaló név, az egyik legismertebb lektin az a glutén, tehát a glutén is a lektinek csoportjába tartozik, de vannak a gluténnél sokkal veszélyesebb lektinek. És például a kukorica, a szója... Azt akartam kérdezni, miben van sok lektin, mondod? Igen, a paprika, paradicsom sajnos, az uborka, ezek mondjuk talán így a legfontosabbak, illetve hát sajnos a búza, a gabonák. És ha lehúzom a paprika héját, meg a paradicsom héját? Nem, ez benne van, meg a magjában. Meg az uborka héját? Hát a magjában van főleg. Ja, a magjában van. Meg a héjában. És hát ami itt a legnagyobb probléma, vagy amit ilyen tabu döntögető kérdés, ez a kenyér. Hogy most teljes kérdőség, vagy fehér, vagy milyen legyen. Ugye én ezt végigjártam, én több mint 7 évig voltam vega, meg nem ettem fehér kenyeret, meg csak a teljes kiörlésűt, és most az igazság, hogy ahogy én ezt elolvastam, vagy megértem, egy kicsit ez felül kell, hogy bináljam. Mi változott benned? Jobban lettél? Múltak el betegségeid? Jobban értél? Szóval, hogy a amikor igen, akkor igen, de valamiért mégiscsak visszatértem. Aha. Elkezdtem húst tenni, és újra, majdnem 8 év után, mert éreztem, hogy nekem ez biztos dolgom van, mert valami helyzet ezt hozta, hogy én ezt újra elkezdtem ezeket enni. És most azt hiszem, hogy lassan kezdek így a megvilágosodás felé jutni. Ehhez kellett ez a lektin információ, hogy a gabona, főleg a buza héjába van ez az úgynevezett VGA nevű lektin, ami sokkal veszélyesebb, mint a glutén. És ez direkte lukassza ki a velet. És, ne együnk kenyeret? De együnk, csak azt mondom, hogy tehát a bio fehér liszt, az talán most azt mondom, mostani tudásom szerint, hogy az talán jobb, mint a teljes kiörlésű, mert de abból is az lenne jó, hogyha kovászos lenne. Mert a kovász az a cukrot is elbontja, meg a habanyik van benne véletlenül lektin vagy glutén, azt is elbontja, tehát ez lenne a jó, és akkor nem lukadna ki a bél, mert mindig az a baj, hogyha a bél kilukad, ezek a fehérjék, az lektinek, ezek a fehérjék átmennek a bélen kívüli részbe, vagy a nyirokba, az immunrendszer azonnal beriaszt, és elkezdődnek az autoimmun problémák. Aha. Tehát gyakorlatilag az autoimmun problémáknak az egyik oka, legfőbb oka,
hogy kilukad a bél, és a bélen kimennek olyan anyagok a szervezetbe, aminek nincs ott helye, és a szervezet saját magát megtámadja. És nagyon látványos gyógyulások vannak akkor, hogyha valaki ezeket elhagyja, begyógyul a bélhám, vagy a bélfal, és ezek meg nagyon látványos gyógyulások történnek. Tehát és én akkor... gondolom, hamarosan ez be fog kerülni a köztudatba, és erről sokkal többet fognak beszélni, és ez egy olyan út lesz, ahol sokkal-sokkal több egészséges vagy tudatos ember lesz. Tehát akkor ez azt gondolom, hogy még az is lehet, hogy az orvostudományt is forradalmasítja, hiszen másfajta terápiákat lehet majd találni. Ez így igaz. Orvosok foglalkoznak ezzel, főleg Amerikában ennek a tudománya, ahonnan ez ide bejött. És még egy érdekes dolog van ebben a táplálkozási szokásaink, hogy ha megnézzük genetikailag ahhoz, hogy egy bélflóra vagy egy ember emésztése átálljon egy másik rendszerre, az több tízezer év kell. És a most az európai ember által használt élelmiszerek nagy része Amerikából jött ide. Kolumbusz felfedezés, Amerikát utána. És azokra az élelmiszerekre az európai ember bélflórája nincs felkészülve. És az a kukorica, a szója, a paradicsom, ezek. Tehát amit mi legtöbbet eszünk, azonnal jött. És valahol tehát érthető, ha így nézem a dolgot. Viszont régen az emberek ezt is megoldották, csak mi felejtettük ezt el fermentálással. Tehát gyakorlatilag a fermentált élelmiszerekkel, ezeket ha fermentáljuk, a fermentálás során... Ez ugye azt jelenti a fermentálás, hogy élő flóra kerül élő bele? Élő flóra, először is az megemészti, ezt úgy hívom én, hogy testen kívüli emésztés, igen, egy teljesavas erjesztés történik, és ott majdnem ugyanaz a B-flóra, ami bennem van, ott megemészti az ételt, előemészti, lebontja a cukrot, lebontja a lektineket, lebontja a méreganyagokat, egy csomó plusz enzimet, csomó plusz vitamin keletkezik, tehát nem csak, hogy elbontja a rossz dolgokat, még keletkeznek jók is. Tehát dupla haszon a fermentált élelmiszerek. És akkor a gyártás során a méreganyagokat kivonják? Tehát, elbomlanak. Ja, hogy az a baktériumok lebontják meg az enzimek ezeket. Tehát a kovászos kenyér, a káposzta, az uborka, de ennél sokkal-sokkal több a régi világunkban, a magyar világban ennek tehát nagyon nagy kultúrája volt. Tehát mondjuk ezért egy kovászos uborkát például? Így van, igen. Mert az uborkában lévő lektint lebontja. A lebontja. Én azt mondom, hogy valahol ők régen nem tudták, hogy miért, de jól csinálták. Minden fermentált, ha most is az ázsiai konyhát megnézzük, a fermentált élelmiszerekre alapszik, csak maximum az európai ember ezt nem tudja. Ugye azt mondod, hogy a táplálkozással nagyon sokat tudok változtatni, vagy segíteni így abban, van, hogy ne a rossz bélbaktériumok legyenek bennem túlsúlyban, hanem a így jó van. Bélbaktériumok. Tehát egyrészt kívülről lehet őket pótolni, helyre lehet állítani a bélflórát kívülről bevitt baktériumokkal, probiotikumokkal, illetve a fermentált élelmiszerek. Tehát ez a kettő, ez nagyon-nagyon sokat javítana a helyzetünkön. Akkor, igen, hát ez mondjuk nagyon fontos lenne sorra véve, akárcsak a civilizációs, a szívbetegségeket, a rákot, az allergiát, ha nem fogom felsorolni most, igen. Mi mindent mondhatunk. Igen, és ez olyan egyszerűnek tűnik, de döbbenetes gyógyulások és esetek vannak. Azokban is, amiket az előbb említettél. Hát igen. Alzheimer, meg autoimmun betegségek, meg Crohn betegség, meg autizmus, stb. Hát és akkor itt is tetten érjük, hogy mennyire fontos az életmódváltás, ha tudom, hogy miért váltsak. A tudatosság az a fontos. És tudom azt, hogy mire. Meg kell érteni, úgy gondolom, ez a legfontosabb, hogy ne higgyünk el semmit, menjünk utána, nézzük meg, győződjünk meg róla, és akkor próbáljuk ki magunkon. Tehát ezt el kell indulni ebbe az irányba. Nem szabad mindent elhinni, amit hát akkor nem véletlen. Nekem se higgyék el, utána kell nézni. Akkor nem véletlen, hogy ti étrend kiegészítőkkel is foglalkoztok, méghozzá élő flórás étrend kiegészítőkkel. Így van. Egyrészt probiotikumokkal, de készülünk arra is, hogy ezt a fermentált élelmiszer kérdést valahogy kezelhetővé tegyük, tehát mert nem lehet ilyenekről kapni. Tehát igazából elmegy az ember egy piacra, vagy honnan tudnék én szerezni igazi savanyú káposztát. Mert a boltban, amik vannak, konzervben, hát az vagy nem savanyú káposzta, vagy ha az is volt régen, megfőzték, sterilizálták, abban már nincsen élő flóra. Tehát pont az nincs benne, amiért én azt igen. megenném, tehát és amiért én keresem. Egyrészt, hogy csináljam meg én. Otthon, nem bonyolult, tehát hogy valahogy otthoni, ilyen kisebb edényekben otthon csinálni, vagy
bizonyos hálózatok, vagy felvállalni ezt, vagy elosztani, hogy akik csinálnak ilyeneket, és akkor ez kicsibe elindul, aztán majd terjed ez, mert az eredmények viszik ezt előre. Hát az egészen biztos, hogy a mikrobiomok az elkövetkezendő évtizedekben óriási szerepet fognak játszani az életünkben, és nem az lesz, hogy valaki meghallja, és azt mondja, hát ez micsoda, hanem tudatosan oda kell rá figyelnünk. Így igaz, és ezek nagyon-nagyon érzékeny élőlények. Ez is most már egyértelmű, bizonyított dolgok ezek. A Nature-ben jelent meg erről cikk, hogy hogyan kommunikálnak a baktériumok, és hogy milyen frekvenciákra érzékenyek. Tehát amikre az ember érzékeny, mondjuk lelki frekvenciák, vagy érzelmi dolgok, azokra ők is. Tehát itt még ez nincs feltárva, hogy most akkor kiveszi az adást. Ők átalakítják, és mi valamit kapunk ebből az agyba, vagy direkte az agy. De én úgy gondolom, hogy itt a baktériumoknak ebben is nagyon nagy szerepe lesz. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, ez volt a végszó, és tájékoztattad nézőinket a mikrobiomról, a mikroorganizmusokról, mindazokról a jó és rossz baktériumcsoportokról, amelyek bennünk élnek, és hát arról is, hogy azért tudunk magunkon segíteni, és hogy odafigyeléssel nagyon sok mindenen tudunk változtatni. Neked tehát köszönöm, hogy itt voltál, nézőinknek pedig köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárul és ékszerüzlet gondoskodik.